Közönségnevelés, közösségnevelés. A két szó köz csak egy betű a különbség, tartalma köz talán még annyi sem. A közösségi ember formálásához egyetlen tantárgy sem járul annyival, mint a jól vezetett ének. Gyakran hallunk olyan őszinte vallomásokat, miszerint azt mondják az emberek, bizony egy szólamban tudok énekelni, de sajnos kettőben nem. Egy szólamot meg tudok hallani, sajnos kettőt nem vagyok képes fölfogni. Valóban ezt a képességet csak tanulással szerezhetjük meg, méghozzá hosszú évek kitartó és meglehetősen szorgalmas munkálkodásával. És pontosan amiért ez egy tanulható és tanítható dolog, a zenetanításunknak az egyik legsarkalatosabb, legizgalmasabb és legváltozatosabb területe.
Ahhoz, hogy a gyerekek az egyszólamú hallástól a sokszólamú hallásig eljussanak, különböző stúdiumokon keresztül megtanítjuk őket több irányba figyelni. Az előfeltétel természetesen az, hogy egy szólamban tudjon a gyerek figyelni, de nem csak úgy mellesleg figyelni, nem csak úgy hallani a dolgokat, hanem valóban hallgatni is. Tehát, hogy hallok valamit, vagy hallgatok valamit, az két különböző dolog és minőségi különbség van közötte, ugyanúgy, mint a képzőművészetben, ha nézek valamit, az nem biztos, hogy látom. Tehát nézem, látom, hallom, hallgatom. Ehhez az odahallgató képességhez, ehhez az odahallgató lehetőséghez tanítjuk a gyerekeket meg nagyon sok mindenre, és a többszólamú hallásképzés tulajdonképpen ezért oly fontos. A miért fölvetődhet, hogy erre a sok fáradozásra ugyan bizony miért van szükségünk? A válasz az kettős. Egyrészt ezt a képességet föl tudjuk aktívan használni, másrészt föl tudjuk passzívan használni. Föl tudjuk aktívan úgy használni, hogy másokkal együtt tudunk muzsikálni. Egy emberrel, kettővel, hárommal, esetleg százzal. És ha ez megtörténik, akkor az együtt muzsikálás semmihez sem hasonlítható felemelő érzését adjuk a gyerekeknek vagy a felnőtteknek. A másik mód, felhasználási mód, ha szabad ezt mondani, az úgynevezett passzív odahallgató képesség, ami azt jelenti, hogy ha elmegyek egy koncertterembe, akkor nem rezignáltan és reménytelenül üldögélek és lapozgatom a műsorfüzetet, mert nem tudom, hogy mire hallgassak, hanem ha tudom, hogy mire hallgassak, a lényeget meg tudom különböztetni a lényegtelentől, és valahogy az egész zenei üzenet, amit a szerző nekem küldött, értelmes szépséggé változik át bennem. Nos, mindezek miatt, amiket eddig így röviden összefoglaltam, a zenetanításunkban tehát a többszólamú hallásképzés igen fontos terület, korán kezdjük, sokáig csináljuk, és mert fontos a filmsorozatunkon belül egy teljes részt erre a munkálkodásra szentelünk. Meg fogjuk nézni most, gyerekek, hogy az Udvarom, udvarom kezdetű magyar népdaltól, hogy jutunk el Johann Sebastian Bach koráljáig. Kezdjük az elején, és először az egyszólamú odafigyelést gyakoroljuk, de nagyon koncentráltan és nagyon szépen. Hol figyel az ember? Itt a fejében? Ott figyel? Hol figyelünk? A válladban figyelsz? Nem. Hol figyelsz? Ott a, itt. És még hol? A füledbe. Úgy van, a fejed is figyel, és a füled is figyel, a kettő együtt figyel. Énekeljük el ezt a szép kis magyar népdalt, úgyhogy rajzoljatok is hozzá, jó? Udvarom, még egyszer is, egy kicsit hangosabban. Udvarom, így, persze. Udvarom, szép kerek, udvarom, nem söpön már többe az ingyengek alatt. Hát ez nagyon szép volt, most próbára teszem az odafigyelő képességeteket, és a fejetekbe fogok zümmögni valami kis rövid dallamocskát, és nektek meg kell próbálni visszafordítani, lefordítani szolmizációs nyelvre, jó? Na. Neked is dudolhatok valamit? Jó. Tehát fejből fejbe megy a dallam. Csinált hibát az Erzsike?
Csinált? Egy picikét csinált, de az nem baj. Nem baj, a világ nem dől attól össze. Neked is sughatok valamit? Vagy dúdolhatok? De tartsd ide a fejecskét. Ki tud segíteni? Így igaz, kitűnő, nagyon jó. A fejből fejbe való éneklés, tehát amikor dallamüzenetet kaptak a gyerekek, az egy módja az odafigyelésnek. Most a nagyobb gyerekekkel, akik szintén itt ülnek és alig várják, hogy valamit csináljanak, megpróbálunk ritmus üzenetet továbbítani, egy ritmus láncot építünk föl. A ritmus láncnak az lesz a lényege, hogy valóban a láncszemeket egymás után rakjuk, tehát kitalál egy gyerek egy láncszemet, a következő hozzáteszi az önmagáét, a harmadik az önmagáét, a negyedik, az ötödik, stb. Stb. Tehát így sokasodnak a ritmus láncszemek, úgyhogy próbáljuk meg akkor ezt a kis láncot fölépíteni. Kezdjed, Kriszta, légy szíves, te! Tá, 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 tindri, tá, tá, tá. Tindi, ta, ti, 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 ti. Ta, ta, tindi, ta, ti, 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 ta, sim. Ta, ta, ti, ti, ta, ti, 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 ta, sim. Triola, triola. Sugjunk most a Zsófikának, mert neki már egy kicsit nehéz, az osztály is mondja nevekkel, jó? És tapsoljátok is rajta. Ta, ta, tindi, ta, ti, 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 ta. Tá, á, nagyon jó, és foglaljuk össze az egészet. 6 szemes láncszemünk van, a memóriát is fényesíti egy kicsit, és csiszolja valamennyien. Még egyszer. Tá, tá, tindi, tá, titi, titi, tá, szín, triola, triola, tá. Ki volt a triola, triola, tegye fel a kezét. Ki volt a tá, tá? Igen, ki volt a tá, á? Igen. Volt-e tititá? Nem volt? Volt timritá? Az ki volt? Nagyszerű. Igen. Ilyen kis apróságokkal lehet a gyerekeket egyben szórakoztatni is, de ugyanakkor a memóriájukat csiszolni, és az odafigyelő képességüket pedig állandóan próbára tenni. Na gyerekek, én most kitaláltam egy nagyon érdekes dalt, amit kézjárról fogok mutatni, és ti megmondjátok, hogy melyik az a dal, jó? Figyelj! Ennyi elég? Igen. Melyik az? Ipot itt is. Amott is. Jó, énekeljük el szornizálva. Do, do, ti, ti, la, la, szó. Nem hallom. Do, do, ti, szó, la, la, szó. Fa, 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 gyönyörű. Hát ez olyan szépen megy, hogy ezt már nem is kell gyakorolni, de a ravasz módon fogjuk gyakorolni. 3 különböző dologra kell odafigyelned. Nagyon legyél résen. Keverni fogjuk a szolmizációt, a szöveges éneklést, meg a dúdolást, meg néha lesz ritmus is. Úgyhogy néha 3 dolog, néha 4 dolog. Majd meglátjuk, ahogy kijön a lépés. Anikó, kezdje mondjuk szolmizálva. Figyeljetek, és nagyon puha mérőt adunk hozzá. Hallgan rajta. Dúdol. Ritmus. Ez aztán nagyszerű volt, köszönöm szépen, még meg is tapsolhatjuk ezt a 4 gyereket, olyan ügyesek voltak, nagyon jó. És tudod, mire gondoltam, hogy ezt a dalt még úgy is meg tudnánk talán szólaltatni, hogy Muki meg Maki előbújnának, és ők ketten énekelnék, jó? Na gyertek, Muki meg Maki, gyertek, így is van. Mutatkozzatok be szépen egymásnak először. Fordulj, mit tudunk ma énekelni? Várjál, csak egy picikét, édes, fordulj úgy, hogy lássa minden gyerek, mert na, mindenki szereti ám ezt a képvágót úgy. Na és akkor most egy kicsit megbeszélitek. Szia! Szia! Mit fogunk ma énekelni? A hip-hopit is, a mott is. Fél ütemenként? Igen. Akkor kezdjük. Jó. Do, do, ti, ti, la, la, szó. Do, do, ti, szó, la, la, szó.
ragyogó, gratuláljanak ám egymásnak. Úgy bizony, nagyon ügyes volt. Nektek is tetszett? Bizony. Majd jövő héten ti is megpróbáljátok. Jó, különböző bábokat választunk. Ezekkel a játékos momentumokkal azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek ne unják el a tanulást. Hogy a homo ludens, a játszó ember mindig jelen legyen a tevékenységünkben, de hát ne csak azért ismételjék szegények még egyszer, és még egyszer, és még egyszer, mert a tanár azt akarja, hanem ilyen kis apró, értelmes feladatokkal felkeltjük az érdeklődésüket, és a szó legnemesebb értelmében érdekelté vannak téve ezekben a zenei folyamatokban. Én megpróbálok most valamit improvizálni, amit nem ismersz, és amelyik billentyűre ütök, azt kell énekelni. Tedd vissza, légy szíves a kézjelet, és majd meglátjuk, hogy sikerül-e. Minden billentyű nagyon készen létbe van. Do, do, szó, szó. So fa fa mi mi re re do. Ezek a billentyűk mosolyogtak itt közben. Miért mosolyogtatok? Azért, mert tudjuk, hogy melyik ének. Tudjuk, hogy melyik ének, és melyik ének ez letenni? A hullafejhes. A hullafejhes, ezt mindenki ismeri. Jó van, gyerekek, igazán nagyon ügyesen énekeltetek. Az éneklő zongorában, amit most itt fölépítettünk, tulajdonképpen az az újdonság, ha visszagondolunk az óvodára, hogy ott a magas és a mély megkülönböztetésével foglalatoskodtak a gyerekek, tehát függőlegesen foglalkoztak a dallammal. Itt viszont ez az egész dolog transponálódik, a függőleges átváltozik vízszintessé, és balról jobbra mennek a hangok úgy, ahogy az igazi valódi kottában van, tehát ez egy lépés természetesen megint előre. Amint tehát az éneklő zongorában láttuk az előbb, a hangok sorakoznak, sorba állnak, és bizonyos távolságra vannak egymástól. Természetesen nem egyforma távolságra vannak, akik közelebb vannak, akik távolabb. A hangok közötti távolságot nevezzük hangköznek. Ahogy a hangközök egymást követik, attól függ a hangsornak a neve. Az előbb a picikék egy dur hangsort énekeltek, most mi tovább lépünk egyet, és elénekelünk egy ennél nehezebb, nevezetesen egy erősen színezett, úgynevezett kromatikus hangsort. Kromosz, görög szó, annyit jelent, hogy szín, így hát kromatikus hangsor, annyit jelent, hogy színezett hangsor. Jelen vannak a törzshangok, meg a színezett változatuk is. Nézzetek a táblára, ismerkedjetek meg ezzel a képpel, és figyeljétek azt meg, hogy itt van három fontos hang, ez mint egy keretet ad nekünk, ahhoz, hogy tisztán énekeljünk, és ebben az egész kromatikus millióben, kromatikus környezetben mi nekünk egy csak a jelszavunk, nevezetesen az, hogy fő a tisztaság. Tehát ez egy kromatikus környezetvédelmi akció, hogy nagyon tisztán éneklünk, és nagyon-nagyon viszonyítunk ahhoz a kerethez, amit mondjuk a Zsófika adna nekünk. Szaladj ki, Zsófikám, itt a zongorához. Úgy. És légy olyan kedves, gyönyörű, puhán ütögesed a G-t és a D-t, a bal pedált is használjad. Tehát ezt a keretet hallod, de az egész kromatikus környezetbe egy kicsit sétálgatunk és énekelünk. Kezdheted. Ezután, a kromatikus kis gyakorlat után szeretném, ha még egy gyakorlatot is kipróbálnánk, nevezetesen azt, hogy két szólamban énekelünk kromatikus skálát, az egyik szólam lentről fölfelé, a másik szólam fentről lefelé, tehát ez tulajdonképpen így fog történni.
ha minden jól megy. És lesz egy találkozási pontunk, az melyik hang lesz? A fi hang lesz. Tehát én mutatom a kétkezes segítséget, és ti szépen két szólamban énekeltek. Kell-e itt egymásra figyelni, gyerekek? Nagyon bizony, úgyhogy legyetek szívesek akkor ezt így csinálni. Do. Na, hát akkor indulunk. Vissza. Jó. Szép. Még egyszer. Eddig úgy tűnt, hogy a szegény kromatikus skála csak fejgörcsöt okoz, és gondot okoz, és bánatot, és koncentrációt. Szerencsére ez nem egészen így van, mert a zeneszerzők ebben a skálában gyönyörű dalokat, gyönyörű kompozíciókat írtak. Úgyhogy most föloldjuk ezt a nagy koncentrációt Joseph Haydn egyik kánonjával, amely pontosan ilyen kromatikus menetből áll, az a címe, hogy Ha jő a csendes alkony. Énekeljük el, jó? Ha jő a csendes alkony, köncitál a parton, lágy fészkébe bújj, a sok kicsi galom, a magas lázsvár, a vonás lázár, hogy légy az öst, miren a kicsi csárgalom. Azt is mondhatnám, hogy jó éjszakát kívánok, aludjatok egy picikét, már eleget dolgoztatok, tegyétek le a fejeteket a padra, és úgy tegyétek mindezt, hogy a jobb fületek maradjon szabadon, mert ha minden igaz, a tudósok azt mondják, hogy az emberek a jobb fülükkel jobban hallanak a zenére. Úgyhogy a jobb füleddel figyeld, amit én a zongorán játszom, és az nem egy szólamban, tehát velem egyszerre énekeled, hanem kánonban. Tehát álmotokban megjelenik egy rossz tündér, és arra kényszerít titeket, hogy kánonba dúdoljatok. Kezdjük. Egy, két. Köszönöm szépen. Nem véletlen, hanem tulajdonképpen a zenetanulás egyenes következménye az, hogy a gyerekek játszik könnyedséggel memorizálnak, akár prózát, akár verset, a sok versszakos népdaléneklés, és egyáltalán a memória tréning az bizony kitűnően kicsiszolja az ő emlékező tehetségüket. Most szeretném persze ezt próbára is tenni, ezt a kifejlett memória érzéket. Küldök a gyerekeknek egy hosszú táviratot, amely úgy fog összeállni, hogy A, A, B, A, tehát egy négy mondatos ritmus távirat, és nekik ezt a táviratot vissza kell tapsolni, vissza kell adni. Lássuk akkor, hogy fog ez most sikerülni. Hegyezd a fülecskédet, készítsd a postás kezedet, mert jön a távirat.
így szól. Ragyogó, gratulálok. Minden szót, minden kötőjelt, mindent értettem a táviratból. Most tudod, mit szeretnék? Hogy a táblára is fölírnánk. Ezt segítetek ebbe nekem? Jó, akkor írjuk fel a táblára. Hány soros volt ez a távirat? Négy soros volt. Két negyedben voltunk, és minden sorban mit gondolsz, hány ütemem volt? Kettő. Kettő. Nagyon okos, kettő. Tehát akkor tulajdonképpen készen is áll a házikó, be lehet költöztetni ezeket a ritmus értékeket soronként. Ez volt az A sorom. Ez mi volt? A. Okos. Ez mi volt? B. Így van, és ez? A. A kitűnő. Elkészült a házunk, tetőt is rajzolunk neki. És beleköltöztethetjük ezeket a kis ritmus lakókat, amiket most én nekem visszatapsoltatok. Hát akit legelőször érkezett, az az A sor volt, és azok a legfelső emeletre fognak költözni. Kit tegyek ide? Tita. Okos. Rögtön a szomszédba kijöjjön. Szinkóba. Biztos? Igen. Jaj, de jó. Meg vagyok nyugodva. Ide a földszintre nem tudom, hogy kijöjjön. Biztos? Igen. Jó. Ide is szinkópa jön. Hát ide kijöjjön erre az emeletre. Tititá. Oda is tititá. Emiatt az emelet miatt egy picit drukkolom. Biszti? Igen. Jó, akkor már jöhetnek is. Ilyen pici lakók. Mindenkinek az értéke hány negyed? Két. Mindig két negyed úgy van, tehát ez egy aranyszabály. És ide kijöjjön? Tititá. Nagyon jó, most nincs időnk további költözködésre, abba hagyjuk, majd legközelebb, mikor találkozunk, akkor még ezeket a lakásokat is lakókkal megtöltjük, jó? Cilikém, gyere ki, légy szíves, hozd a furujádat, te is, Anikom, te leszel a karmester ma, Erzsike, mutasd a triangulumodat, így is van. Hát itt most valami csoda fog történni. Nagyon oda kell majd egymásra figyelnünk, mert elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor az egyszólamú figyelem már nem elég többé, megosztott figyelemre van szükség, hiszen van egy karmesterünk, akire oda kell figyelni, van egy szólistánk, akire oda kell figyelni, és úgy fogjuk a dalt énekelni, hogy néha a szólista, néha a zenekar, a híres zuglói zenekar. Ugyanakkor még jön egy plusz dolog hozzá, Erzsikének a csilingelése, tehát a javából ez egy igazi megosztott figyelem. Úgyhogy akkor átadom a szót a karmesternek, hangot kérünk. Itt fog indulni, és a Mély erdőn Ibolya virág című dalt fogjátok szépen elénekelni. A kamarazenélés aztán igazi próbatétel a többirányú zenei figyelem számára. Zenei értékei mellett van még egy humánus érdeme is, megtanítja az embereket, hogy figyeljenek egymásra.
olyan két szólamúság következik, amikor szimultán, tehát egyszerre történik két dolog, egy dallam és hozzá egy ritmus kíséret, úgynevezett ritmus osztinátó. Ehhez egy kis előtanulmányt is be fogunk mutatni. A gyerekek tapsolnak egy képletet és közben beszélnek, tehát azt fogják produkálni, hogy az agyam képes egy ritmust is a fejébe tartani és képes egy mondatot is elkezdeni vagy befejezni, tehát majd ezt is ki fogjuk próbálni. Azt szeretném, hogyha ez az osztinátó indulna el a picikékkel, amit én ezen a kártyán mutatok. A dal, amit majd énekelünk, a kerekó káposzta, ez lesz, a tiétek pedig az 5 fokú zenéből a 42-es számú. Úgyhogy akkor induljanak először el a picikék rajta. Fordított tapsot kérek. Fordítottad, úgy van, mehet, nyugodtan, szépen, még nem kell énekelni, csak tapsolsz, nagyon jó. A nagyokat is kérem, hogy hozzák az övékét. Kicsit beszélgessetek egymással. Úgy bizony. Azért tartsad a ritmus. Jó, abba hagyhatod a beszélgetést, ügyes volt. A picikék tovább tapsolnak, picikék tovább, jaj, de ügyes. Jöhet a dal, és... Kerek a káposzta, kikés a levele, akinek nincs párja, jöjjön velem táncba, gyönyörű, a nagyok eléneklik a dalukat, hogy do do mi re mi do mi sol la mi so so mi la so mi so re do so so do so mi re re la do la mi mi so mi re mi do so. Nagyon jó, úgy pattogott, mint a pattogatott kukorica, és ehhez most már persze nehezebb osztinátókat. Egyet, kettőt, egyet, és do do mi re mi do mi sol la mi so so mi la so mi so re do so so. Kitűnő. Köszönöm szépen, egész jól sikerült. És most gondolatban utazunk el Olaszországba, a zene országába, üljünk bele egy gondolába, és énekeljünk el egy gyönyörűséges olasz népdalt olaszul. Mago me balli bella bimba, bella bimba, bella bimba. Mago me balli bella bimba, bella bimba, balli bem. Guarda che passa la villa nella, argiles nella, sa ben danzar. Ma come balli bella bimba, bella bimba, bella bimba, ma come balli bella bimba, bella bimba, balli ben. Gyönyörű a dal. És szolfés célra és odafigyelős célra föl is használhatjuk. Fölírtam a táblára a ritmusát. Azt szeretném, hogyha megpróbálnátok kánonban kopogni. Tehát énekelsz és kánonban kopogsz. Talán érdemes két szót ejteni arról, hogy ez a feladat miért nehéz. Ez tényleg nehéz, mert a gyerekeknek három felé kell figyelni. Emlékezniük kell a múltra, koncentrálniuk kell a jelenre, és figyelniük kell a jövőre. Tehát önmagukkal vannak kánonban, de három felé figyelnek. Reméljük, hogy fog is sikerülni. Én egyébként a kánon ritmust fogom mutatni, ti pedig csináljátok a kettőt egyszerre, jó? Lallázva. La, egy, két. La, 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 la.
kitűnő, köszönöm szépen. Ha több időnk lenne, folytatnánk, de ebből most pillanatnyilag ennyi is elég volt. Valami irtó izgalmas fog következni, az afrikai dobomon megkísérelek ritmusokat improvizálni, és arra kérlek ismét, hogy velem légy kánonban. Tehát megint ugyanaz történik, hogy jelen, múlt és jövő produkáltok ti egyszerre. Figyeljetek, az ütemmutató 6/8 lesz. Ragyogó. Nagyon jó. Eleget ültünk egész órán, itt az ideje, hogy felálljunk és egy nagyot mulassunk. Gyertek ide. Úgy. Az a dal fog következni, hogy még azt mondják, stb. Járunk is hozzá és tapsolunk is hozzá. 1, 2, 1, 2.